Javaslat érkezett a részletes vitára, bocsátásra és a részletes vitára. Következő ülésünkön kerül sor. Most soron következik a népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Kovács József és Font Sándor fideszes képviselőtársaink önálló indítványát Téper 3652-es számon, a bizottsági ajánlás pedig Téper 3652/2-es számon ismerhették meg képviselőtársaim. Most az előterjesztői expozé következik, 20 perces időkeretben megadom a szót Font Sándor úrnak, a napirendi pont előadójának. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Talán szeretném ismertetni röviden, hogy mi is volt az oka annak, hogy Kovács József képviselőtársam végül is ezt a törvénytervezetet benyújtottuk. Ennek pedig alapvető oka, hogy a magyar lakosság egészségügyi állapota nemzetközi összehasonlítások alapján sajnos jóval kedvezőtlenebb, mint ami következne esetleg a társadalmi-gazdasági fejlettségéből az ország ezen szintjéből. Közismert, hogy sajnálatos módon a halálozási esetek és arányok elég kiemelkedőek, különösen a szív- és érrendszeri megbetegedéseknél, daganatos megbetegedéseknél. Ez ennek az elő részeként például a magas vérnyomás általános megjelenésénél egy közismert, különösen most már a fiataloknál is tapasztalható túlsúlyos vagy elhízott állapot is kialakul. Lakosság egy jelentős részénél, de mint említettem, a sajnálatos az, hogy már a gyermekeknél, a fiatal korosztálynál is. És ezeknek a betegségeknek a kockázata megfelelő táplálkozással és szorosan hozzákapcsolódik, hogy rendszeres testmozgással a orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint jelentősen csökkenthető lenne. A mi javaslatunk a többféle kezelési probléma egyik részével próbál hozzájárulni ezen rossz állapot tompításához, megszüntetéséhez, netán jobb irányba való fordításához. Tehát az említett okok megszüntetése a célja a benyújtott törvénytervezetnek. Szeretnénk, hogy a magyar lakosság egy egészségesebb táplálkozás felé lenne orientálva, netán ez a törvény által, de mint említettem, itt azért nem kellene megállni, és remélem, hogy a rendszeres testmozgás is majd, netán a mindennapi testnevelés bevezetése az oktatásba szintén ennek az irányába fog majd hatni. A javaslat egy termékadót javasol bevezetni, mégpedig 5 termékcsoportra, és az 5 termékcsoportnál elsősorban a só, cukor mennyiségének a nagyságrendje az, ami eldönti, hogy egyes termékek az adózott termék hatálya alá essenek, avagy mentesüljenek ez alól. Ez az 5 fő termékcsoport az üdítő italok, az energia italok, az előre csomagolt cukrozott készítmények, a sós úgynevezett snack készítmények, valamint az étel ízesítők. És itt eddig a lakosságról, a fogyasztókról beszéltem, de vannak, akik előállítják ezeket a termékeket, és az adóalanya ők lesznek, pontosabban import esetén a első magyarországi forgalomba hozó az adóalanya. Az adó mértékét javasoltuk az egyes termékek liter, illetve kilogramban kifejezett mennyiségéhez viszonyítva, forintban meghatározva. De, mint ahogy említettem, az gyártókra is szeretnénk egy ösztönzést hatni, hogy orientálja őket, hogy olyan terméket állítanak most elő, amely láthatólag egy nem kívánatos népegészségügyi problémát okoz, és esetlegesen ezen adó mértékkel egy egészségesebb termék gyártására is ösztönözni lehetne. Tipikusan szeretném megemlíteni az üdítő italokat, ahol ha magasabb a természetes gyümölcs tartalom, akkor adómentes
az üdítőn ezen csoportja, de hogyha egy bizonyos szintnél alacsonyabb, akkor javasoljuk az adózott termékkörbe való vonását. És talán ezt végig lehetne vinni a többi terméknél is, hogy mi az a szint, amikor megjelenik olyan mértékben a só vagy a cukor az energiaitaloknál, még a kávét is meg kell említenem, amikor már adózott termékké szeretnénk minősíteni. A javaslatunk nem idegen az Európai Unió egyes tagországaiban már alkalmazott eljárástól, de a tengeren túlon például az Amerikai Egyesült Államokat lehet megemlíteni, ki kénytelen volt erre az útra lépni, ott is a tipikusan felnövekvő túlsúlyos generációt féltik az ottani törvényt az ottani törvény előterjesztők, és hasonló termékköröknél nevesítették az adózott termékköröket, amit mi tettünk. Hozzáteszem, hogy itt a termékkörnél, hogy az egyes bizottságok mai vitáin részt vettünk, Kovács József képviselőtársammal, 5 bizottság tárgyalta. Többen megemlítették, hogy miért csak ezek a termékkörök, illetve miért csak a sóra és a cukorra vonatkozik az esetleges adózási körbevonás. Az előkészítésnél szóba kerültek további olyan termékek, amelyekre esetleg elképzelhető az adózott körbevonás. Ilyen például az E-anyagokkal dúsított termékkörök, maga az E-jelzőszámmal nevesített mesterséges adalékanyagok, ízesítek, ízfokozók, hagyj ne soroljam. De ugyanilyen a roburáló szerek például, amit kondicionálnak roburáló szerek, az orvostudomány azt mondja, hogy nem biztos, hogy egészséges annak a ilyen tömegekben való használata. 4 minisztérium nagyon komoly előkészülete és konzultációja is közrejátszott abban, hogy ezek a gondolatok fölmerültek, de végül csak ezeknek a termékköröknek, az említett termékkörökre tettünk javaslatot, mert esetleg az uniós szabályok, a magyar szokások, a magyar vállalkozások által használt termékek mind-mind egy-egy akadályba ütköztek, hogy nem terjesztettük ki végül szélesebb körre, és mondjuk azt, hogy a most beterjesztett törvénymódosítással állítjuk és gondoljuk, hogy egyértelmű jogi definíciót tudtunk adni, hogy mit szeretnénk elérni, támadhatatlanságát akartuk elérni, és az előbb említett termékkörök, amelyek nem kerültek végül nevesítésre, itt maradtak bizonytalan pontok, amelyben attól tartottunk, hogy esetleg nem állják ki mindenben a támadhatatlanság próbáját, és ezért elveszik az a rész is, ami már biztos, hogy megállja a helyét, és amit végül is benyújtottunk. Úgyhogy ezen termékkörök egyben egy próbatételt is jelentenek, hogy a működőképesség, az adóbevételi képesség, annak a behajtása, ez hogyan működik, hogyan tudja lekezelni az adóhatóság. És bizony elképzelhető, hogyha további orvoskutatási eredmények, az észrevett zsírok esetében például, hogy egy további termékkört megemlítsem, egyértelmű ilyen negatív kutatási eredményeket adnak, ami veszélyeztetett a emberiségre, a fogyasztókra, akkor elképzelhető, hogy a termékkörök egy további szélesítése is megtörténhet, nevezzük ezt egy későbbi fázisnak. Az adómérték egy éves szintre vonatkoztatva ezen 5 termékcsoportból 20 milliárd forint, és nagyon bízunk abban, hogy ez az összeg az egészséges életmódra való nevelésre, az egészségügy környezetében kerülhet fölhasználásra. Erre teszünk mi magunk részéről szóbeli javaslatot a kormány felé, illetve kaptunk visszamenőlegesen, vagy vissza részükről is ígéretet, hogy csak ebbe a körbe szeretnénk felhasználni. Bizottságok természetesen jelezték, hogy akár, főleg a mezőgazdasági bizottság, ha egészségesebb életmódra szeretnénk nevelni az embereket, ösztönözni, akkor a zöldség, gyümölcsök áfáját csökkentsük nagy mértékben, az így befolyt pénzzel kompenzálva az ott kiesett áfa összeget. Nagyon sok magunk által is megfogalmazott olyan ötlet van, amelyet érdemes megfontolni. Mondom, végül is úgy gondoljuk képviselőtársam, hogy ebben a formájában javasoljuk a törvénytervezet
vitáját, szeretnénk az elfogadását is majd látni, hogy legyen ez egy olyan etalon, amelyet, mint említettem, ilyen típusú törvényt más országokban használnak, és ott már eredmények is vannak. Mi pedig bízunk benne, hogy ennek a rendszernek a beüzemelése, bejáratása egy általánosan elfogadott elv lesz, hogy akik ilyen terméket gyártanak, azok adózott körbe kerülnek, és akik ilyen terméket fogyasztanak, azoknak többet kell fizetni, hiszen az összjáték arról szól, hogy az államnak a betegségek, ha már sajnos betegségi állapotról beszélünk, súlyos költségekbe kerül, ezen lakóknak a gyógyítása, és netán, hogyha van erőnk, akkor a megelőzésre kellene még fordítani több pénzt, energiát. Bocs. Felmerült, hogy a gyártóknál veszélyeztetette egyrészt az adókikerülés, másrészt a csökkentett termelés ezen termékekből, ennek következtében kisebb adó befizetés, és ennek következtében csökkentett termelés következtében munkahely esetleges megszűnése. Ezeket az érdekképviseleti szervezetek, szövetségek, mint nagy veszélyforrást elmondtak, értjük az így megfogalmazott aggályukat, de mondom, ebben lehet az államnak vesztesége az előbb említett ő számukról nézett, ő szemüvegünk keresztül nézett negatív következmények hatásaként, de az összeredője mégiscsak az a többi ország tapasztalata alapján, hogy az államnak viszont kisebb lesz erre a területre fordítandó kötelezettség, az előbb említett betegségek megelőzése, gyógyítás, stb. Következtében. Tehát vállaljuk ezt az esetleges kritikát és kockázatot, hasonlóan, ahogy annak idején a nem dohányzók védelmében egy nagyon szigorú törvénytervezetet fogadtunk el. Ott is az összeredő az, hogy az államnak kevesebb lesz a kiadása a dohányzás általi betegségek gyógyításában, azáltal, hogy csökken, várhatóan csökken a dohányosok száma, mint ahogy ez összes tapasztalat ezt mutatja, és azt is megértjük, hogy a dohányipari szereplőknek bizony időnként lehet, hogy csökkentett termelésre kell majd gondolni, vagy más típusú termékeket kell gyártani. Ugyanez előfordulhat az előbb említett egészségre esetlegesen ártalmas termékcsoport gyártóik esetében is. A technológiájuk megvan ahhoz, hogy más termékeket, talán egészségesebb termékeket is gyártsanak. Ennyit szerettem volna a törvénytervezet írásbeli változata mellett szóban is elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a szót, elnök úr. Kormány nevében Ángyán József államtitkár úr, 10 perces időkerete van. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr, mindenekelőtt leszeretném szögezni, hogy a kormány támogatja képviselő urak előterjesztését. Képviselő úr nagyon részletesen bemutatta az előterjesztés indokait, eszközeit, céljait, ezért, ha megengedik, csak néhány gondolattal szeretnék kapcsolódni képviselő úr előterjesztéséhez. Említette a népegészségügyi helyzetet, és valóban Európában is, és talán a világon is kirívóan rossz az egészségi állapot a magyar népességnek, és ebben nem kis szerepe van éppen a tápláléknak, amit elfogyasztunk, és annak a környezetnek, ami körülvesz bennünket. Logikusnak tűnik, hogyha az egészségügyi helyzeten javítani akarunk, akkor mindenekelőtt a táplálkozási viszonyainkon kell javítani, és talán az is logikus közgazdasági eszköznek tűnik, hogy azokra az élelmiszerekre terheljük a költségeket, akár a népegészségügyi helyzet javításának költségeit, vagy az élelmezés, az élelmiszer piac átalakításának költségeit, amely termékek éppen ezeket a népegészségügyi problémákat okozzák. Azt is hozzá kell ugyanakkor tennünk, és talán ezzel kiegészíteném képviselő úr mondandóját, bár részben ő is említette, hogy önmagában az is egy fontos cél ezekkel a közvetett közgazdasági eszközökkel, hogy tisztítsuk ezt az élelmiszer piacunkat. Azáltal, hogy ezeket az egészségre káros vagy nem egészséges termékeket megpróbáljuk a versenyhelyzetüket csökkentve háttérbe szorítani, ezzel nyitjuk meg a piacainkat, az élelmiszer piacainkat tulajdonképpen a biztonságos, egészséges és jószerivel magyar termékek előtt. Tehát van egyfajta kimondott szándék arra vonatkozóan, hogy építsük a saját piacainkat, és ez az kell,
hogy ezeket a piacokat megtisztítsuk attól, ami a piacvédelem nélkül maradt magyar élelmiszergazdaságot igen súlyos helyzetbe hozta. Az eszközöket illetően közgazdasági eszközökről van ebben az esetben szó, de természetesen fölmerülhetnek intézményi jogi eszközök is. Tehát egy eszközrendszerről beszélhetünk, amely segítheti részben a népegészségügyi helyzet javítását, illetve az élelmiszerpiacok tisztítását és a hazai piacok építését. Az adók, elvonások a közgazdasági eszközök közé tartoznak, és persze egy olyan logikára építkezhetünk, amikor átgondoljuk az egész adórendszert, adó- és támogatás politikánkat, elvonás- és támogatás politikánkat, hogy az így befolyó összegeket támogatásként éppen azokra a területekre fordítjuk, amelyekkel ezt a minőségi szerkezet átalakítást el tudjuk érni. Tehát például az egészségügyre, tehát például és mindenek előtt az élelmiszer gazdaságunk minőségi átalakítására. Azt is meg kell említeni, hogy valóban egy más logikára épül ez a fajta rendszer, mint ahogy a szokványos. Azok a költségek ugyanis, amelyek például az egészségtelen termékek forgalmazásából származnak, azok az egész társadalmat terhelik. Az egészségbiztosításnak kell adók formájában finanszíroznia a gyógyítást, az egészségkárosodás reparálását, helyreállítását. A hasznai pedig ennek a fajta tevékenységek, azok nem a társadalom ezen rétegeinél jelentkeznek, hanem speciálisan azoknál, akik ezeket forgalmazzák. Logikusnak tűnik, hogy ezeket az úgynevezett externális hatásokat, vagy társadalmi költségeket terheljük rá azokra, akik ezeket okozzák. Vagyis finanszírozza meg az a gazdaság ezeket a fajta társadalmi költségeket, akik éppen ezeknek az okozói. Nos, ez egy másfajta logika. És amikor azt mondjuk, hogy az adórendszerünk átalakításán gondolkodunk, a súlypontokat máshova helyezzük, azt hiszem ilyen paradigmaváltó elképzeléseknek is helye van ebben a struktúra átalakításban. Lehet úgy általánosan adóterhet csökkenteni, hogy közben a logikáját és a súlypontjait áthelyezzük. Azt hiszem itt ebben az esetben egy ilyen típusú új irányról van szó, ami máshova helyezi a súlyokat, a terheket, egy egyenletesebb teherviselést valósít meg a társadalomban, vagyis a társadalmi költségeket is megpróbálja valamilyen módon ráterhelni azokat okozókra. Úgy mondja ezt a közgazdaságtan, hogy ezeket az externáliákat internalizálja. A termékek árában megjeleníti, és ezzel a versenyhelyzetét kiegyenlíti azokkal a termékekkel szemben, amelyek az egészségre kedvezőbb hatásúak, vagy a környezetre kedvezőbb hatásúak, és ennek következtében javítja ezeknek a versenyhelyzetét. Azt hiszem, hogy ez egy újfajta logika, és ebből a szempontból is üdvözlendő képviselő uraknak a kezdeményezése. Természetesen fölmerülhet és föl is merült a viták során, az előkészítés során is, hogy miért éppen ezek a termékek, és miért éppen ilyen mértékben, és miért nem terjed ki esetleg más jogosan fölvethető területekre. Képviselő úr is említette, és valóban az előkészítő munkálatok során és a viták során fölmerültek az édesítőszerek, amelyeknek hát legalábbis kétes ugyancsak az egészségügyi hatása, különféle üdítő italokban jelennek ezek is meg. A transzsírok problémája egyre inkább tárgyalt a tudományban, szakirodalomban, tehát föltétlenül foglalkoznunk kell ezzel is. A különféle szintetikumok és mesterséges adalékanyagok szemben a természetes élelmiszerekkel. Nos, ezek mind-mind jogos fölvetések, és valószínűleg egy folyamat elején vagyunk, amikor végig gondoljuk a teljes táplálkozási láncunkban megjelenő anyagokat, és megpróbáljuk ezeket amennyire lehet a természeteshez közelíteni. Hozzátartozik ehhez persze, hogy ez egy másfajta piacszervezést is kíván, és egy másfajta élelmiszerfeldolgozás és másfajta élelmiszerkereskedelemmel is hát összekapcsolható. Azt szeretném még hangsúlyozni, hogy ez a 20 milliárdos csomag, ez ennek kialakításánál úgy látom a tárgyalások során sikerült egy olyan köztes megoldást találni, amely különösen a magyar érdekességű cégeket kevésbé érinti. Nem célja, sőt kifejezetten ellenkező törekvésünk van, nem az a célunk, hogy a magyar élelmiszergazdaságot még nehezebb helyzetbe hozzuk, hanem az a célunk, hogy tisztítsuk ezt a piacot és egészségesebb élelmiszerek
előállítására ösztönözzük a saját élelmiszeriparunkat, és próbáljuk rászorítani az egyéb érdekeltségeket is, hogy ilyen termékeket hozzanak a piacunkra. Azt is szeretném elmondani, hogy fokozatosság elve érvényesül ennek a rendszernek a kiterjesztésében, ezért is ezt úgy is fölfoghatjuk, egy olyan első csomag, egy első vizsgálat, ami ebben az irányba elindul, és feltehetőleg látva az egyéb területeken jelentkez ugyanilyen problémákat. A spektrum is valószínűleg szélesítésre szorul, sok olyan élelmiszerünk és italunk, ételünk van, amelyeknél ugyanezek a kérdések fölvethetők, és ahol jogosan élhetnénk ezzel a lehetőséggel, és a mértékek is vitatárgyát képezhetik. Az első tapasztalatok alapján, amit a szeptemberi bevezetés, a javaslat szerinti szeptemberi bevezetés után tudunk fölmérni, valószínűleg újra kell gondolni ezt a kérdést, és ezen az úton muszáj tovább menjünk, részben az egészségügyi helyzet alapján, de a saját élelmiszerellátásunk biztonsága, mint nemzetbiztonsági kérdés mentén is, és a saját élelmiszerpiacaink tisztítása okán is, és azért is, mert valóban a piacainkat elsősorban hazai, minőségi élelmiszerekkel szeretnénk ellátni, amelyeknek ezek az extern hatásai, amelyek a társadalmat sújtják, lényegesen kisebbek lehetnek. Szóval még egyszer összefoglalva, a kormány mindezen indokok alapján támogatja képviselő urak törvényjavaslatát, és azt kérjük a tisztelt törvényhozástól, hogy szintén támogassák ennek a törvényjavaslatnak az elfogadását. Köszönöm szépen. Most a bizottsági álláspontok ismertetésre kerül sor. Elsőként Nagy Istvánnak, számvevőszéki költségvetési bizottság előadójának adom meg a szót 5 percben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. A számvevőszéki és költségvetési bizottság mai ülésén 18 igen, 5 nem és 1 tartózkodás mellett az indítványt általános vitára alkalmasnak tartotta. Előremutató indítványnak tartjuk ezt a javaslatot a bizottság többségével, hiszen Magyarországon eddig nem alkalmazott problémára keresünk megoldást. Ráadásul az a 20 milliárd forint, ami adótöbletként beérkezik, ez nem is csak ennyi, hanem ennek jóval nagyobb hatásai lehetnek, hiszen mindaz az összeg, amit megspórolunk azáltal, hogy egészségesebbek leszünk, egészségesebb táplálkozást folytatunk, az nagyságrendekkel több bevétel nyereséggel kulminálódhat a közeljövőben. Én azt hiszem, hogy ez a népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat célja éppen az, hogy az egészségügyre fordítható források bővüljenek. Fontos célkitűzés, hogy az egészséges táplálkozás irányába változzék a különböző táplálkozási szokásaink, hiszen annyi sok ellenőrizetlen élelmiszert fogyasztunk, ami tényleg káros az egészségre, és tényleg nagyon sok költséget vonz aztán az államkassa terhére. A kisebbségben maradt vélemény szeretném tolmácsolni még, hiszen ott megfogalmazták képviselőink azokat az aggályokat, hogy a magyar édesipari termelők munkahelye, bevétel kiesése milyen károkat fog okozni a magyar gazdaságban. Ugyanakkor a bizottság többsége ezen aggodalmat elhárította, és úgy véli, hogy mindaz a nyereség, amit azáltal, hogy egészségesebb élelmiszert fogyaszthatunk, az sokkal nagyobb hatása a társadalomra, mint az az átmeneti kiesés zavar, vagy működés zavar, ami fönnállhat veszélyként a ezen gazdaságokban. Mindezekkel összefüggésben a bizottság a vitát általános vitára alkalmasnak találja. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Most Sáringer Kenyeres Tamás, a mezőgazdasági bizottság előadója következik. Aki nincs itt, akkor a kisebbségi vélemény ismertetésére harangozó Gábor. Futva. Ilyen sportos valaki hajnali kettőkor. Kegyetlenül nem adom vissza neked azt a 10 másodpercet, amit elbuktál. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársak. Elnézést, azt hittem lesz többségi vélemény is. A bizottságon megvitatta a törvényjavaslatot, ahol kisebbségi vélemény fogalmazódott meg. Tulajdonképpen azzal egyetértett mindenki,
hogy a törvényjavaslatnak a célja az helyes és támogatható. Valóban vannak olyan népegészségügyi problémák, amiknek a kezelésére akár egy új adó bevezetése is elképzelhető lenne, vagy akár támogatható is lenne. Hogyha a cél az, hogy valóban az egészséges fogyasztást és életmódot hozzuk helyzetbe ezáltal. Hát elhangzott a bizottsági vitában, hogy fontos lenne valahogy helyzetbe hozni a hazai zöldség és gyümölcstermesztésnek a termékeit, a helyben termelt egészséges magyar élelmiszereket, illetve az ökogazdálkodásból származó egészséges élelmiszereket. Azonban a kérdés az, hogy tudja-e ez a javaslat ezt a célt szolgálni. Valóban megvalósul-e az, hogy az emelt adók megváltoztatják a fogyasztói szokásokat? És hát a probléma az, ami megfogalmazott a bizottság ülésen is, hogy hát nem mindenki tud élelmiszert váltani. Az alacsony jövedelműek, akik leginkább fogyasztják ezeket a rosszabb minőségű élelmiszereket, nem tudnak olyan rugalmasan reagálni az árváltozásra, bár természetesen ők árérzékenyek, azonban az egyébként egészségesebb, de drágább élelmiszert ezek után sem fogják tudni megvásárolni, csak drágábban jutnak hozzá a nem egészséges élelmiszerhez. Ezért hát várható az, hogy a maga a fogyasztói piac meg fogja teremteni azokat a kerülő utakat, amik nem kívánatosak. A környező országokban jóval alacsonyabb áfával sújtják mondjuk a zöldség és gyümölcstermesztésből származó élelmiszereket, 0-5% közötti áfakulcsok is vannak. Ennek köszönhetően lehet számítani arra, hogy mondjuk megindul egy élelmiszer turizmus. Valamint megnőhet a fekete gazdaság is ennek a termékdíjnak a bevezetése, vagy termékadónak a bevezetése kapcsán. Fölmerült az is, hogy kedvezőtlenül érintheti a hazai vállalkozásokat, hiszen az édességiparban például azok a hazai vállalkozások, akik 80-90%-ban a magyar piacra termelnek, nekik nyilvánvalóan ez egy nagyobb érvágás, mint azoknak a nemzetközi multinacionális vállalatoknak, akiknek a magyar piac csak egy töredékét adja, őnekik ez egy kisebb problémát okoz, így a hazai édességipart lényegesen kedvezőtlenebbül érintheti, és ezért ők akár tönkre is mehetnek ennek a termékadónak a bevezetésével. Tulajdonképpen, hogyha egy gyakorlati példával akarom illusztrálni, hogy mi a következmény, vagy mi lehet a következménye ennek a termékdíjnak, akkor azt tudom megismételni, ami a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ma például egy préselt gyümölcslé, mondjuk egy litere egy préselt gyümölcslének 1000 forintba kerül, míg egy egészségtelen, cukrozott üdítőital mondjuk 200 forintba, hogyha most ehhez hozzátesszük az 5 forintos termékadót, akkor azzal azt hiszem, hogy csak egyet fogunk elérni, hogy 5 forinttal drágábban fogják megvásárolni azok, akiknek nincs pénz az 1000 forintos egyébként jó minőségű egészséges terméket megvásárolni. Ezért ez akkor lenne életszerű ez a javaslat, hogyha azt a pénzt, amit az állam beszed ebből a termékadóból, azt arra fordítanánk, hogy a zöldség és gyümölcs termékeknek az áfáját levigyük mi is 5%-ra, és ezáltal tudnánk helyzetbe hozni az egészséges élelmiszerfogyasztást. Így csak tulajdonképpen, hát ez nem más, mint egy újabb kommunikációs köntösbe bújtatott pénzbehajtó akció. És még egy mondatot hadd mondjak el. Ugye arra sincsen semmilyen garancia törvényben, hogy valóban népegészségügyi célra fog fordítódni ez a bevétel. Ez is kritikaként fogalmazódott meg a bizottság ülésen. Köszönöm szépen. Most Horváth Zsolt képviselő úr következik, Fogyasztóvédelmi Bizottság. Köszönöm a szót.
Tisztelt képviselőtársaim, a Fogyasztóvédelmi Bizottság mai napi ülésén 12 igen szavazattal, és ha jól emlékszem, egy tartózkodás és három nem mellett általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. A Fogyasztóvédelmi Bizottság a fogyasztók szemszögéből vizsgálta meg, és a bizottság többségi-kisebbségi álláspontja között a fogyasztók két külön érdekének a képviselete nyilvánult meg. Kisebbségi álláspontként felvetődött, hogy vajon ez az összeg, ez az adó nem, ez teljes egészében áthárításra kerül-e a fogyasztókra. Még a többségi álláspont az volt, hogy ennek az adónemnek tulajdonképpen az egyik lényege pontosan ez lenne, hogy azoknak a termékeknek az ára emelkedjen meg, amelyek nyilvánvalóan egészségügyi szempontból kockázatot jelentenek. Vagyis a fogyasztóknak